tudnám hordni kat. Vágor. És elől az a kis piros, a pici piros most. Ez. Nem, legelől. Ez. Igen. A démc. És hova mennek a vonatok? Nem, nem. Szépen beállít. Elettek sános. Hát az nem volt véletlen. Áll is csak föl őket? Miért? Hát szépen. Köszönjük le. Vég az ének adnak a karizsaj az vendébú. Ez egy vegyítés volt. Hát hogy van megy a gőzös karizsaj? Megy a gőzös. Good. Hány a szám van a gyertyán? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, öt, nyolc, kilenc, tíz. Igen. Jó, azt már hagyott az anyján, ez nem baj, hogy ott van. De... Le kell venni? Mindegy. Yeah.
Leveszed a? Leveszem. És milyen torta ez? Ez... pudin volt. Pudingos? Hát ebben nincsen puding. Mit tettünk, hogy mit kavartál? Tojást. Tojást? És mit kavartál még? Cukrot. Cukrot? És még? Medolát. És még? Tótát. Túrót, nem? Túrót. Túrót. Levettem. Levettem. Le, bevihetem a szobámba. Bevihetem a szobámba. Igen. Majd elteszünk egy kis szacskóba, és belerakjuk a dobozkádba emléknek, hogy terjem össze. Nem kell a pomány. Úgy szépen tedd. Kik fognak most a tortából enni? Én. És rajtad kívül? Papi. És még? Anna. És még? Apa. Igen. Vigyázz a... Nem, azt miért csinálni. Ne szépen ezt tedd le. Menjünk, baba, ide a szalvétára tedd be, úgy ügyesen. Fölvágjuk a tortát? Igen. Tortát. Medve fogócskázni hívta a többieket. Engem ne számolj, hadarta hót, miközben elsietett mellette. Megyek gátépítőt játszani a számítógépemen. Nekem meg ki kell takarítanom a szobámat, tette hozzá Franklin. Medve utána kiáltott. És mi lesz az esti fociban? Ott leszek, szólt vissza Franklin. Igen. Igen. Miközben hazafelé tartottak, Hód megállás nélkül az új számítógépes játékáról áradozott. Nézhetem, ahogy játszol? Kérdezte Franklin. A szobámat később is kitakaríthatom. Csak ha csendben maradsz, különben nem tudok odafigyelni a játékra. Franklin megígérte, hogy pisszenni sem fog. Hódék háza később mégis tőle volt hangos. Figyelj! Ne! Ne! Arra menj! Adj! Gyorsan! Gyorsan! Vigyázz! Vigyázz! Kiáltotta. Végül nem bírta megállni, hogy meg ne kérdezze, játszhat-e ő is egyet. Hód elhúzta a szája szét. Csak ha már túljutottam a lábi szörnyön, válaszolta kelletlenül. Hamarosan azonban Hód mamája kukkantott be a szobába. Vacsoraidő, mondta Hódnak, majd Franklinhez fordult. Ha akarod, utána visszajöhetsz. Franklin hazalobolt, fürgén rendet rakott a szobájában, és egy szempillantás alatt befalt a vacsoráját. Aztán már ott is termett újra Hódéknál. Ezt nevezem gyorsaságnak, mosolygott Hód néni meglepetten. Mi még nem fejeztük be a vacsorát. Nem baj, válaszolta buzgón Franklin. Majd játszom a gátépítővel, amíg Hód eszik. Franklin teljesen belemerült a játékba. Alig telt el egy kis idő, és már a második szintre ugrott. Nem sokára Hód is megérkezett. Most már én következem, szólt rá Franklinre. De hiszen épp a lápi szörnyhöz éltem. Csak úgy, mint én, emlékeztette Hóda. Ekkor azonban a mamája megkérte Hódot, hogy segítsen neki a mosogatásban. A kis teknős felvillanyozódva játszott tovább. A joystick egy pillanatra sem állt meg a